ez egy rémálom. Pedig csak fekszem az ágyon, a szemem csukva, az álmomat várom, ekkor zajokat hallok a nagy szobából. Átmegyek és látom, hogy egy szörny épp rámol és keres valamit. Hirtelen rám mered, letérdel, elpirul a helyzet meleg. Elnézést kértek, hogy ne haragudjak, de ha nem eszik telefont, szétpukkad. Rém hír terjedt el. A városban egy szörny garázdálkodik éjjel. Betör mindenhová, nem érdekli semmi. Csak egy dolog, telefont enni. Jó neki a mobil, a fekete, a fehér. Most nem ajánlom, hogy telefont vegyél, mert tudni, hogy megeszik még ma este. Ha csönd a telefon, megremeg a teste. Ott terem rögtön mielőtt felvenné. Váratlanul jön, mint egy hivatlan vendég. Kihúzza a dugót a falból lazán. Bekapja a kajdot, és már is zabál. Becsak a mikrofon a foga alatt. Törik a műanyag, a kábel szakad. Elszórt gombok és tárcsadarabok. Ennyi minden, más nem hagyott. Telefont, én azóta nem alszom, a szemeimbe estek és sápadt az arcom. Mert hiába Mr. Bell, nincs telefonom, ki telefon nélkül az életem unom. Nincs más lehetőség, lementem a boltba, pénzt vettem magamhoz és beálltam a sorba. Boxot kérek és hozzá egy telefon. A szörny feljött este, ez most gond. Mondtam neki, hogy ne vegye zokon. De ma este nem eheti meg a telefonom. Azt mondta, jó nekem, felvidult az arcom. Nem eszik telefon,